Tisztelt elnök asszony, tisztelt megjelentek, hölgyeim, uraim! Elnök asszony látszólag kemény szívű, de nagyon bölcs tanácsához, hogy nincs puszi, ehhez csatlakoznék. Annyiban, hogy tényleg vigyázzanak ebben a szeles, rossz időben, mert a nagy jogászokra ez a fajta időjárás végzetes lehet. Montesquieu megfázásban, influenzában halt meg, utazgatott Bordeaux és Párizs között, megfázott, nem élte túl. Hugo Grotius, a vesztfáliai béke szerződés letárgyalására ment a svéd király követeként, megfázott. Nem is folytatom. Szóval köszönöm, hogy a viharos idő ellenére, időjárás ellenére eljöttek. Szűkebb szakmámnak, a civilisztikának géniusza volt Grossmith Béni. Azért hozom szóba, mert, ahogy említett elnök asszony, 13-ban választottak meg az akadémia levelező tagjának, és utána a székfoglaló előadásomat 5 hónap múlva megtartottam. Most, hogy tavaly 2019-ben rendes taggá választottak, most már csak 9 hónap múlva kerül erre sor, hogy megtartom a székfoglaló előadást. Ez a 4 hónapos többlet készülési idő, ez egyébként bőven belefér a hatályos akadémiai szabályzatok keretei közé, meg tulajdonképpen elenyésző ahhoz képest, hogy a korábban említett Grossmith Béni annak idején 16 év késedelemmel tartotta meg a levelező tagi székfoglalóját, 1901-ben választották meg levelező tagnak, és csak 1917-ben került sor arra az előadásra, pedig sürgették nagyon, tehát ő egy befolyásolhatatlan makacs ember volt, aztán amikor végül már mégiscsak megtartotta, akkor hát a nyájas közönséggel nem volt túlságosan méltányos, mert az előadásának az volt a címe, hogy az intestát öröklés szabályai szólón törvényeiben. Hát gondolom a közönség kapott jócskán néhány hosszú görög nyelvű szövegrészletet is. Én úgy tudom, hogy a Magyar Tudományos Akadémián székfoglaló előadás témájaként a választott bíráskodás még nem szerepelt. Alakulhatott volna másként is, talán ehhez legközelebb Fabinyi Tihamérát, aki megkerülhetetlen, nagyon fontos monográfiát írt a választott bíráskodásról, első kiadás 1920-ban, második kiadás 1926-ban jelent meg. Fabinyi Tihamér igazgató tagja volt 5 éven keresztül a Magyar Tudományos Akadémiának, anélkül, hogy akadémikus lett volna, bár hát megemlítik, hangsúlyozzák életrajzírói, hogy az igazgató tag státusz elnyeréséhez a tudományos munkájának igen sok köze volt. Fabinyi Tihamér élete, munkássága érdekesen számomra hát emlékezetes módon érintkezik szülővárosom Pécs történetével, meg családom történetével is. Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter volt, kereskedelmi miniszter volt, a Magyar Általános Hitelbanknak volt az alelnök vezérigazgatója, országgyűlési képviselő volt, felsőházi tag volt, és így tovább. És annak idején, képzeljék el, bár előtte 4 éven keresztül Kiskundorozsmának volt az országgyűlési képviselője, aztán viszont 1935-től 1938-ig Pécs városnak lett a
az országgyűlési képviselője, és 1938. szeptemberében a pécsi orvosi karon tiszteletbeli orvos doktorrá avatták, anélkül, hogy orvos lett volna. Hát mindig egy jól vezetett, jól menedzselt egyetem volt az orvosi egyetem. Ilyesebbek voltak, mint a jogászok. Hát nyilvánvalóan sokat tett annak idején pénzügyminiszterként, bankigazgatóként a pécsi orvosképzés sikeréért. Családomhoz is kapcsolódik annyiban, hogy édesapám 1944. márciusában végzett Pécsett a jogi karon, és frissen végzett jogász doktorként Fabinyi Tihamérnál Pesten a Magyar Általános Hitelbankban tett felvételi vizsgát, munkai felvételi vizsgát, és ez sikeres is volt, sőt, még Fabinyi Tihamér számára egy több hónapos svájci ösztöndíjat is szerzett. Hát végül úgy alakult, hogy mindenre nem került sor, és a munkába állásra, se pedig az ösztöndíj letöltésére, mert hogy hát édesapám katonai behívót kapott, Fabinyi Tihamér pedig 1944. szeptemberében emigrált, először Svájcba ment, aztán pedig az Egyesült Államokba, és 1953-ban halt meg Bostonban. Képzeljék, én 3,5 hetet éltem még idővel együtt Fabinyi Tihamérrel. A választott bíráskodás a mostani témám. Ez egy gyakorlatilag téma, mint annak idején a levelező tagsági székfoglalom alkalmával, akkor a civilisztika és a civilisztikai gondolkodás rétegeiről beszéltem. Ez egy gyakorlatilag téma, immáron lassan 3 évtizede foglalkozom ezzel a kérdéssel a joggyakorlatban is. Nagyon röviden a választott bíráskodás fogalmáról, ha megengedik, a választott bíráskodás az magánbíráskodás, mégpedig a felek megállapodásán, szerződésén alapuló magánbíráskodás. Az eljárás, a választott bíráskodási eljárás során hozott határozatoknak a jogi természete ugyanaz, mint az állami bírósági határozatoké. Két jogviszony különíthető el, van egy felek megállapodása, a kompromisszum, meg a választott bírók és a felek közötti megállapodása, a választott bíróknak a elfogadó nyilatkozat, ez pedig a receptum, korszakonként és államoként változik, hogy éppen melyik a hangsúlyosabb elem, dogmatikai szál ebben a jogviszony komplexumban. Tulajdonképpen a választott bíróságokon és a választott bíráskodási eljárás során két szinten zajlanak az események. Van egy jogi szint, a jogászok, a választott bírók, ügyvédek megpróbálnak egy jogi megoldást keresni az ügyre. Meg van egy másik szint, a feleknek az egyezkedése, a feleknek a alkudozása valahol a háttérben. Érdekes dolog, hogy ez az elem, tehát az, hogy a választott bíró előmozdítsa a feleknek az egyességét, ez a nemzetközi választott bíráskodásnak az etikai szabályaiban nem ajánlott, enyhén tilalmazott is. Ugyanakkor hát régi választott bíróktól tudom, és látom is, tényleg így van, hogy a legrosszabb egyesség is jobb, mint a legjobb ítélet. Tehát ez a választott bíráskodásnak a fogalma. A választott bíráskodás való tudományos gondolkodásnak 3 dimenziója van. Van egy történeti dimenzió, amely a választott bíráskodás megjelenésével, kialakulásával, fejlődésével kapcsolatos. Van egy másik dimenzió, amikor is a választott bíráskodás, mint az állami bíráskodás kritikája képezi a vizsgálatoknak, a kutatásoknak a tárgyát. És van egy harmadik dimenzió, a választott bíráskodás érdemes általános társadalomtudományi vizsgálódásra, kutatásra is. Herbert Edward Reed
angol filozófus említette azt, hogy nem tud elképzelni olyan társadalmat, amelyben az arbitráció valamilyen formában ne játszana szerepet. Ez a három dimenzió sokszor keresztezi egymást, szaggatja egymást. Talán ebből is adódik, hogy egyik se lett eddig úgy következetesen végigvíve, végigvezetve a kutatásokban. Lord Mastill, híres hajdani angol bíró, mondta, hogy a választott bíráskodásnak hosszú a múltja, de nincs történelme. Hát talán ezért nincs történelme, vagy nem látszik a történelme, és hát ilyen történelmi vázlatnak a ábrázolásával, hát itt most nem is próbálkoznék, ilyet nem is ígérek természetesen. Tényleg így van, nagyon szaggatott valahogy a választott bíráskodásnak a története. Ami a kezdeteket illeti, egy nagyon híres hajdani morva cseh származású bécsi eljárásjog történész professzornak a tézisét említeném, Móric Vlaszák, Grosvitnak volt a kortársa, két évvel később született, egy évvel később halt meg, mint Grosvit Béni. Ő azt mondja, azt írta, hogy a választott bíráskodás egy olyan eljárási forma, ami megelőzte az igazságszolgáltatást, tehát az igazságszolgáltatás az igazából a választott bíráskodásból származik, és mindenképpen fontos kiemelni, hogy megelőzte azt a mozzanatot a választott bíráskodás kialakulása, amikor is az önbíráskodásról megtörtént az áttérés, az átkapcsolás az állami jogvédelemre. Tehát ezt megelőzte mindenképpen. Ezt mutatja a római jog története, és Vlaszák egyébként erősen lett római jogi bázison vizsgálódott, ugye majdanában az arbiterek hamarabb megjelentek, mint a prétorok, judexek, és a Jézus Krisztus előtti harmadik századtól a Jézus Krisztus utáni időszámítás szerinti harmadik századig volt az megfigyelhető, hogy párhuzamosan együtt, egymásra támaszkodva működött a választott bíráskodás és az állami bíráskodás rendszere. Magyarországon érdekesen alakultak a dolgok. Magyarországon kezdettől fogva egy vegyes rendszer létezett, a választott bírók, az állami bíróság adminisztrációján keresztül, a királyi bíróság adminisztrációján keresztül és a közjegyzők előtt szervezett, a hitelesek adminisztrációján keresztül működött, tehát egy kimondott vegyes rendszer volt abban az időben megfigyelhető. Ami a választott bíráskodás elméletét illeti, a választott bíráskodás elméletéről a közös gondolkodás, a tudományos gondolkodás a 20. század első felében indult meg, ekkor a klasszikus ugye kérdést kezdték nagy apparátussal vizsgálni, hogy vajon a választott bíráskodásnak mi a jogi természete, mi a jogi lényege, szerződési jogi lényege van-e, vagy igazságszolgáltatási lényege van, tehát ez az időszámítás a 20. század első felére tehető, ez a irányzat a tudományos vizsgálatnak a nagy volumenűvé, nagy méretűvé válása. Aztán a későbbiekben három irányzat differenciálódott. Az egyik a monolokális irányzat, a monolokális elmélet, amely azonosította a választott bírót a fórum jogrendszerével, a fórum jogrendszerének a részévé tette, azonosította szinte funkcióját tekintve az állami bíró szerepével a választott bíró szerepét. Ennek a irányzatnak a leghíresebb képviselője egy Frederick Mann nevű német születésű angol jogász, aki még azt is kétségbe vonja, hogy van nemzetközi választott bíráskodás,
és azt is kétségbe vonja, hogy van jogválasztás, van szabad jogválasztás, mert nem találja jogalapot a jogválasztáshoz egyébként. Ebben az elméletben, Mann elméletében találja meg az előzményét az a fölfogás, amely fontosnak tartja, hogy a bírói útról tételes jogilag legyen leválasztva a választott bírói út. A másik felfogás a multilokális felvonása, westfáliai rendszer, a westfáliai iskola, hát ugye az 1648-as westfáliai békére nyúlik vissza az államok egyenjogúságára épülő eszmekőre épül ez a irányzat, ez a multilokális irányzat, egy Bertrand Goldman nevű bukaresti születésű francia jogász 1963-ban Hágában az akadémián elmondott nagy hatású előadásával foglalta össze ezt az irányzatot. A másik jeles alakja ennek az irányzatnak von Mehren, Arthur von Mehren professzor volt, és mindkettőjüknek a munkássága, Goldmané is és von Mehrené is átvezetett már a transznacionális felfogáshoz. Ez a transznacionális felfogás a 60-as években vált nagyon divatossá, de tulajdonképpen már a második világháborútól kezdődően már a gyökerei megvoltak, és mondom, Goldman és von Mehren munkássága már átvezetett a multilokális elmélettől a transznacionális elméletig. Itt az államokkal, nem mint egyedekkel, hanem az államok közösségével számolnak a államok közösségében lévő jogalkotási erővel, normaképzési erővel is számolnak. Ez az irányzat nagyon nagy mértékben erősödött, aztán később a 70-es években, amikor Lex Mercatoria tana divatba jött, virágzóvá vált. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban ez a transznacionális fölfogás az uralkodó, a nemzetközi magánjog, akarom mondani, a nemzetközi választott bíráskodás elméletében. De azt hiszem változás küszöbén állunk, mert korlátozó tényezők jelentek meg a transznacionális felfogás előtt szép számmal. Például a 2012-ben kezdődött Brexit folyamat érezteti hatását, Trump elnöknek a 2017-es hivatalba lépése is érezteti hatását, tehát számtalan korlátozó hatása. Nekem az a jövőképem, egyébként én arra gondolok, hogy a transznacionális fölfogást felváltja majd a multilokális felfogás újra, és ez a multilokális felfogás nagyon sok kollíziós jogi kérdést vet majd föl a választott bíráskodásban, a nemzetközi választott bíráskodásban, kollíziós és megakollíziós jogi kérdéseket vet föl. Attól nem kell félni véleményem szerint, hogy a monolokális fölfogáshoz visszatörünk, az csak egészen kivételes, kemény politikai helyzetekben, külpolitikai szituációkban fordulhat elő, tehát ilyen veszély különösebben nincs. Viszont azzal valóban számolni kell, hogy ez a multilokális felfogás, ez a arhaikusnak tűnik, ez a westfáliai fölfogás, ez visszajön majd a modern korban a nemzetközi választott bíráskodás világában. Még egy nagyon fontos kiemelni való, ez pedig az, hogy nagyon erős konvergencia tapasztalható a nemzetközi választott bíráskodás elméletében általában is, de konkrétan jogintézmény közeli szinten is, például az alá nem írt választott bírósági szerződések megítélésének a változásának a témájában érződik egy ilyen konvergencia hatás, vagy a fizetésképtelenségi jogban a választott bírósági szerződések kötőereinek az oldódása, a pacta sunt servanda oldódása is egy ilyen jelenség mindenképpen, úgyhogy azt hiszem ez egy a jövőre nézve egy fontos
tünet lesz majd. A választott bíráskodás elméletével foglalkozók, főleg akik újabban kezdenek foglalkozni az elmélettel, a nagy könyvekből tanulnak, és a nagy könyvek mentén alakítják ki nézetrendszerüket. Három nagy könyvet említenék. Az egyik a Tibor Váradi, John Barcello és Arthur Taylor von Mehren által írt nemzetközi választott bíráskodási jog könyv. Tibor Váradi, Váradi Tibor néven professzorként és a Szertudományos Akadémia tagjaként és a Magyar Tudományos Akadémia többszörös kitüntetettjeként itt van a teremben. Ez a könyv, így hogy elnök azt, hogy mondta, hogy vitatkozni nem lehet, benyomásom szerint erősen transznacionális fölfogásra épül, és az amerikai jogi kultúrát közvetíti nagy mértékben. A másik könyv Philippe Fouchard, Bertold Goldman és Emmanuel Gaillard, Emmanuel Gaillardnak a könyve szintén nagyon erősen a nemzetközi választott bíráskodás a transznacionális kultúrát érinti. Egy angol, és ez a francia jogi kultúrára épül elsősorban, egy Ellen Redfern és Martin Hunter nevű szerzőpárosnak a angol könyve, angol jogi kultúrát közvetítően, véleményem szerint inkább a multilokális elméletet közvetít. Ezek a nagy könyvek, amik köré rendeződik a választott bíráskodásnak az elméletet, illetve ami köré a választott bíráskodás elméletével foglalkozók felsorakoznak, és mindenképpen két személyt, két híres tudós, híres választott bírót meg kell, hogy említsek. A könyveken kívül az egyikük egy hölgy, Szója Mencsikov, ő Karl Wellinnek az özvegye volt, moszkvai születésű, és Karl Wellinnek a Uniform Commercial Code előkészítésében komoly segítséget, támaszt adott, asszisztense volt, aztán később felesége lett, Chicagóban, Chicagói Egyetemen dolgoztak. Aztán amikor Wellin meghalt, akkor Miami-ba költözött Szója Mencsikov, ott professzor volt, dékán volt, és nagyon virágzó választott bírósági kultúrát teremtett a Miami Egyetemen. Az Egyesült Államoknak a hágai nemzetközi magai konferencián ő lett a képviselője. Tehát egy nagy tekintélyű, nagy hatású professzor asszonyról is választott bíróról van szó. És még valaki, Hans Schmidt, amszterdami születésű holland nemzetközi eljárásjogász választott bíró, aki különét tekintve úgy néz ki, mint Kodzsek. Magas, kisportolt, kopasz, imponáló, küllemű úriember ő. Sokszor emlegetik, mint a nemzetközi választott bíráskodás tornyát, de úgyis, mint a Columbia Egyetem tornyát. Hollandiában annak idején vízilabda válogatott volt, aztán az 1948-as londoni olimpiára készült, egy Monte Carlo-i fölkészülési alkalommal nem tartotta be a ebéd utáni csendes pihenő szabályait, rulettezni ment, akkor a kemény szövetség kapitány kitette a válogatottba, de később Amerikában, amikor 60-as évek oda került, akkor újra válogatott lett, és neki nagyon nagy hatású munkássága, főleg a nemzetközi polgári eljárási jog átrendezésében, a nemzetközi polgári eljárási jogba beépítette a nemzetközi választott bíráskodást, meg a Fast Track Arbitration-nek a népszerűsítésében is a magyar Berzevici Attilán kívül igen nagy szerepet töltött be. Ő mind a kettő munkásságában, oktatói és tudományos és választott bírói munkásságában is a
a transatlanti kapcsolat nagyon fontos, ugye Szója Mencsikov esetében a Miami-Hága kapcsolat, Hans Schmidt pedig igazából hát a holland-amerikai tengelyt, a Columbia Egyetemnek egy oktatási programját Leidenben, Amsterdamban virágoztatta fel, és hát évtizedeken keresztül ápolta. A magyar választott bírók, a régi választott bírók sokat tanulhattak annak idején Strasbourgban, az összehasonlító jogi fakultáson, hát nyilvánvalóan összehasonlító polgárjogi alapokról indultak, 60-as évek közepétől aztán az Asser Institútban is képezhették magukat, ott meg hát inkább nemzetközi magánjogi indítatás volt érzékelhető. Hans Schmidt pedig a nemzetközi polgári eljárásjog és a választott bíráskodás kapcsolatát építette ki egy Leiden, New York, Amsterdam, New York programon keresztül ők, tehát akik mindenképpen a választott bíráskodásnak az elméletében jelentősek. A választott bíráskodásnak az elmélete az inkább a nemzetközi választott bíráskodás tekintetében alakult ki és fejlődött, tehát sokkal erőteljesebb a nemzetközi választott bíráskodás elmélete, mint a belföldi választott bíráskodás. A belföldi választott bíráskodásban inkább a új törvényi megoldásokat kommentálják, vitatják általában. És a nemzetközi választott bíráskodáson belül is megfigyelhető, hogy a nemzetközi kereskedelmi bíráskodásnak, választott bíráskodásnak erőteljesebb az elmélete, színesebb az elmélete, mint a nemzetközi beruházás védelmi ügyekkel kapcsolatos választott bíráskodásnak. Hát ami a választott bíráskodás történetét illeti, hát mondom, ilyen történeti vázlatnak a megfogalmazásával sem próbálkoznék. Mindenképpen ugye a római hagyományokat hát tiszteljük. Talán egy ilyen korrekciós megjegyzést, ha szabad tenni, hogy a prétor, a judex és a arbiter, hát ugye nem a prétor a tisztán bírói funkció, mert inkább a judexé a tisztán bírói funkció, mert a prétornak igazságszolgáltatás szervezési feladatai is voltak annak idején. Ezen kívül pedig kiemelésre érdemes, hogy a választott bíráskodás módszertatilag hatott az állami bíráskodásra is. A római jogban hosszú időn keresztül volt beleszólása a félnek bizonyos keretek között, korlátok között, hogy ki legyen az állami bírája. Tehát egy nagyon érdekes vegyes rendszer működött 6 évszázadon keresztül a időszámítás előtti harmadik évszázadtól, az időszámítás utáni harmadik évszázadig a római jog világában. Később pedig országonként és korszakonként változott, hogy miként tekintettek a választott bíráskodásra. Nagyon komoly szerepe volt a vásár bíráskodásoknak annak idején. Itt a kereskedői céheknek Nyugat-Európában komoly szerepe volt. Nem úgy, mint Magyarországon. Magyarországon a kereskedelmi céhek nem voltak fejlettek. Magyarországon a vásári bíráskodásoknak nem volt hatása a választott bíráskodásra, mert ott inkább a helyi közigazgatás szervezte a vásárokat, és nem a kereskedői céhek szervezték a választott bíráskodást. Magyarországon nagyon sikeres volt a választott bíráskodás a 19.-20. század fordulóján, és nagyon sikeres volt aztán jó néhány évtizedig, rengeteg ügy volt, ebben nagy szerepe volt a korabeli budapesti kamara, mármint budapesti kereskedelmi, az iparkamara korabeli elnökének, Lánci Leónak, akinek már édesapja is nagyon sikeres üzletember volt. 19. század utolsó évtizedeiben Lazarovics Wolf néven virágzott a választott bíráskodás, és főleg ad hoc eseti választott bíráskodási jelleggel. Úgyhogy
Majd erre a későbbiekben még néhány javaslatom megfogalmazásánál visszatérek. A második világháborút követően ugye inkább KGST bíróság volt a kereskedelmi parkamara, illetve annak jogelődje melletti választott bíróság. Aztán fokozatosan elkezdtek, hát a kérésekből marad a puszi nincs. Ezt a regulát még nem szekték meg a kedves jelenlévők elnök az. Tehát későbbiekben ugye speciális jogalapokon alakult a választott bíráskodás, az 52-es PP-nek a végrehajtási rendelete, a 72-es PP már a törvényszövegben tartalmazott rendelkezéseket, aztán a külkereskedelmi szerződések, belföldi háttér megállapodásai, majd a társasági törvény, a külföldiek beruházására vonatkozó törvények teremtettek speciális jogalapot, és nagyon fontos volt véleményem szerint, hogy az 1993-as PTK módosítás alkalmával Harmati akadémikus professzor úr javaslatára bekerült a bírói út szabályába, 7. paragrafusba az, hogy gazdálkodó szervezetek szerződési ügyeiben is írásban kiköthető a választott bírói út. Ez egyszerre került be a PTK-ba a polgári törvénykönyv értelmezési tekintélyét egy félhanggal megemelő kveveki klauzulával. Én látok is szemületi összefüggést a két szabály között, aztán az 1996-os PTK módosítás alkalmával még szélesebb lett a választott bíráskodási eljárás jogalapja azzal, hogy gazdálkodó szervezete kritérium már nem volt, hanem ha legalább az egyik fél gazdálkodó szervezet, akkor ki lehet kötni a választott bírói utat. Ez került be az 1994-es választott bírósági törvénybe is annak idején. Aztán egy érdekes kérdésre hívnám fel a figyelmet arra, hogy az új polgári törvénykönyv ezt a bírói utat a választott bírósági útra is kiterjesztő szabályt már nem tartalmazza. Én föltételezem, hogy bár hát Vékás akadémikus professzor úr autentikus-e tekintetben, hogy valószínű azért nem, mert úgy gondolhatták a kodifikátorok, hogy úgyis benn van a 94-es választott bírósági törvényben ez a szabály. Szóval az új PTK-ban nincs benn bírói útról leválasztó lehetősége a választott bíráskodási útnak. Aztán, hát ugye az új választott bírósági törvénynek a kodifikátorai nem gondoltak erre, nem vették észre, hogy amikor hatályon kívül helyezik a régi választott bíráskodásról szóló törvényt, akkor hát kidobják ezt a jogalapot is. Most meg itt állunk jogalap nélkül, hát illetve az alaptörvény 28. cikkeinek a 7. pontjában van valami, mondván, hogy a bíróságokon kívül más szervek is eldönthetnek jogvitát, hogyha ezt törvény lehetővé teszi. Itt az a probléma, hogy szerv, hát egy egyéni választott bíró, egyes választott bíró, nehéz szervként főfogni, de még az állandó választott bíróságoknak a eljáró tanácsait is nehéz szervként főfogni. Mondom ezt annak ellenére, hogy nagyon jól tudom, érzékelem, mert hát én is többször szóvá tettem, hogy nagyon lebomlott a jogi személy elmélet Magyarországon, már a egypárti szocializmus utolsó éveiben ez tapasztalható volt, tehát leegyszerűsödött, túlegyszerűsödött a jogi személy elmélet, a polgárjogi vonalon a jogi személyiség rászűkült a jogalanyiságra, az rászűkült a jogképességre, az esetenként rászűkült a perképességre, közjogi vonalon pedig, hát ugyanez figyelhető meg, hogy a közjogi jogi személyiség rászűkült a jogalanyiságra, hát illetve már a hatásköriségre is, tehát alkotmányjogászok, az álláspontja, hogyha valaminek a törvény hatáskört biztosít, akkor az már szerv. Tehát én ezt a szervtan, de szervtannal nem foglalkozom, de jogi személy tanban én ezt nagyon kifogásolom, és egy ilyen lebomlóban lévő jogi személy elmélet mellett hát létezik ez a
konstrukció, amit egyáltalán nem tartok megnyugtatónak. Nemzetközileg se, megvan a veszélye jogbiztonsági szempontból jócskán. Például egy 18-as ítélete, a híres ACMEA ügyben hozott ítélete az Európai Bíróságnak, ahol ez nagyon érződik, hogy igenis kiveri az EU tagállamokból, hogy azokat a bírói fórumokat használják, ami a szerződésben, az Európai Unió működésről szóló szerződésben benn vannak, és ebben nem fér be a választott bírói út, legalábbis a ügyek egy csoportjában egyelőre az EU-n belül kötött kétoldalú beruházásvédelmi egyezmények tekintetében. Tehát ez egy probléma. A 1994-es választott bírósági törvény egy új korszakot jelentett a magyar választott bíráskodás történetében. Mindenképpen nagyon kiegyensúlyozott, sikeres volt a működése hosszú időn keresztül a választott bíróságnak ebben az időben, meg hát az ezt követő időkben, már maga a törvény, hát ugye az UNCITRAL 1985-ös modell törvényére épül, annak idején hát az országgyűlési vita, az leszűkült a híres Horecki Toller vitára, hogy állami bíró lehet-e választott bíró, de hát végül is kell valami húzó téma minden jó törvényhez. Itt ez a téma volt a húzó törvény, annak idején húzó téma ennek a törvénynek az elfogadásánál, illetve hatályba lépésénél. Nagyon jó volt az ügyforgalma a választott bíróságnak ezekben a években. Általában 300 körül, 300 fölött, de volt év, hogy 1000 fölül volt a érkezett új ügyeknek a száma. És nagyon jól állt a Magyar Kereskedő és Iparkamara választott bírósága, sokkal jobban, mint a többi állandó választott bíróság. Ennek meg is volt a maga oka, a többi állandó választott bíróság vagy egy gazdasági ágazatra épült, vagy egy régi ágazatnak a nyomaira, romjaira épült, és így a centrumtól távolabb álló ügyfél számára nehezebb volt ígérni az igazságos vitarendezést, ígérni azt, hogy valóban igazsághoz jutnak, mert érezték, hogy messzebb annak a centrumtól, mint a másik oldal. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara melletti állandó választott bíróságnak szerencsés helyzete volt, mert az ágazatokon átfekvő volt a helyzete, tehát nem voltak ezek az ágazati korlátok, és itt nehéz, könnyebb volt számunkra annak idején hát az igazságosság reményét felkelteni a felekben, mert nem kellett a centrummal megküzdeniük. Zavart okozott 2002-ben a legfelsőbb bíróságnak egy ítélete, a közrend fogalmát teljesen összekuszálta, bizonytalanná tette ez az ítélet. Egy érvénytelenítő ítéletben azt mondta ki a legfelsőbb bíróság, hogy az is lehet közrendsértő, ami amúgy jogszerű. Hát ez egy káoszt okozott ez az ítélet, rengeteg bizonytalanságot eredményezett a joggyakorlatban a későbbiekben. Erre most nem is térnék ki, inkább az akadémiát tisztelve abból indulnék ki, hogy érdekes elméleti kérdések jöttek elő, mert hogy ugye a közérdek különböző jogrendszerek, intézményrendszerek struktúrájába illeszkedik. A közérdekkel kapcsolatosan ugye a nemzetközi közjog, az EU jog és a belső jog, a nemzeti jog is hát érdeklődést mutat, és azt hiszem itt e három jogterületnek a csatlakozás pontján, érintkezési pontján itt sikerült megragadni a közrend tekintetében egy liftszerű mozgást, hogy hol felső értékeket, nemzetközi közjogi, EU jogi értékeket hoz be a belső jogba, hol pedig a belső jogot megvédi az úgynevezett EU jogi, nemzetközi közjogi értékekkel szemben ez az intézmény. Tehát ez egy érdekes sajátosság. És most hasonló helyzetben vagyunk, mert most, amikor az ACMEA ügy kapcsán érzékelünk egy megakollíziós konfliktust, egy megakollíziós
kollíziós helyzetet a nemzetközi beruházásvédelmi jogi anyag és az EU joganyag között, akkor egyelőre hát annyit látunk, annyit érzékelünk, hogy hát itt minden bizonytalan, hogy mi lesz a jövőben. Tehát viszonylag meglepő módon hamar helyre került a közérdeknek ez a három jogi sík meccéspontjában való elhelyezése. Most viszont egy nagyon nagy bizonytalanság érzés van sokunkban, gondolom, hogy mi majd a nemzetközi beruházásvédelmi joggal. Az EU-n belüli bilaterális egyezményeknek annyi vészharangról, viharfelhőről, hogy megint a témánál legyek, van szó a jogirodalomban. Szóval itt ez egy érdekes kérdéskör, ami hát sok fiatal kutatónak a érdeklődését válthatja ki a jövőre nézve. A választott bírók hajdanában a tapasztalt külkereskedelmi jogászokból kerültek ki, professzorok köréből kerültek ki, és hát nagyon színvonalasan dolgoztak. Az új választott bírósági törvény, tehát most gondolva a 2017-es, 2017. évi 60-as törvényre, hát egyrészt ugye összekuszálta a választott bíráskodási eljárás jogalapjának a témáját, ahogy utaltam rá, másrészt pedig egy szervezeti torzót hozott létre, hogy a régi választott bíróság megszüntetésével, egy új konglomerátumnak a kialakításával, egy új szervezeti konglomerátumnak a kialakításával, eleve már a Magyar Agrár Kamarai állandó választott bíróság nem is lépett be ebbe a konglomerátumba az előzetes tárgyalások vagy előzetes ígéretek ellenére sem. A tőzsdei választott bíróság hordozó szervezete, a Budapesti Érték Tőzsde ZRT pedig hát úgy tudom nem vesz részt a elnökség munkájában egyáltalán, tehát egyrészt egy szervezeti torzó keletkezett, másrészt pedig a választott bíróság átszervezésével tulajdonképpen le lett fejezve szakmai és intellektuális értelemben a választott bíróság. 5 híres akadémikus nem lehet a listán, úgymond korhatári okokból, ami hát egyébként az érdemi választott bírósági munkát természetesen azért nem akadályozza, se jelenleg, se a jövőre nézve, de hát ezen túlmenően is nagyon nagy ügyvéd túlsúly lett a választott bíróságon, a választott bírósági listán. Az a véleményem, hogy a választott bíráskodás akkor működik jól, hogyha ekvilibrista viszonyok vannak. Értve ez alatt a gazdasági szintet is, a vállalkozók és a gazdálkodók szintjét is, és értve a választott bíráskodás körül aktív ügyvédi irodáknak a szintjét is. Tehát egyensúly kell, hogy legyen. Ha megbomlik az egyensúly és átcsap anti-ekvilibriumba, akkor működési zavar van, akkor nem működik jól a választott bíróság. Egy apróság, nem a témához kapcsolódó kimondottan, de amikor tavaly 2019-ben a szabályzatban megszűnt az a szabály, hogy korlátozva legyen bizonyos ideig, vagy az eljárás tartam alatt, vagy régebben, ugye még azután 6 hónapig is, hogy olyan ügyvéd ne lehessen, ne láthasson el képviseletet, aki vagy a listán szerepel, vagy pedig konkrét ügyben felekerülés alapján részt vesz, ez a szabály megszűnt. Én azt hiszem, hogy a legrosszabb időpontban lett ez a demarkációs vonal megsemmisítve a választott bíróként is működő ügyvédek és a tisztán képviseletet ellátó ügyvédek között. A választott bíráskodáson kívüli okokból éppen, amikor nagyon komoly kritikák érik a bírói ügyvédi kapcsolatokat, hát akkor óvatosabban kellett volna ezzel a szabállyal bánni, és szerintem a régi megoldást érdemes lett volna megtartani. Nagyon sok érdekes kérdés vetődik föl a korrupció és a gerilla választott bíráskodás témájában, és láger téma a
nemzetközi választott bíráskodás jogirodalmában ez a téma, hogy a gerilla kifejezés honnan származik, hát ez egy választott bírók közötti ebéd közbeni, ebéd utáni beszélgetéseknél ragadhatott meg ez a kifejezés. Vannak, akik nem találják ezt a kifejezést, aztán néha gengszterekről, meg banditákról beszélnek és írnak túlzó módon, de hát a elterjedt kifejezés a gerilla választott bíráskodás. Korrupció, gerilla választott bíráskodás egymást átfedő, de nem azonosítható körökről van szó, tehát a gerilla választott bíráskodás tüneteinél nem feltétlenül kell jogellenességre vagy korrupcióra gondolni, inkább etikai határoknak a áthágásáról van szó a gerilla választott bíráskodásnak. A korrupció és a gerilla választott bíráskodás témája nehezen megközelíthető, egy nagyon sokat foglalkoztatott híres választott bíró William Park, aki egyik tanulmányában, a témakörről szóló tanulmányában alcímként azt használja, On Elephants and Pornography, tehát hogy a korrupció és a gerilla választott bíráskodás, azaz az elefántokról és a pornográfiáról. Hát én föltételezem, hogy ez az alcím a Hiszem, majd ha látom agnoszticizmusát jelöli Park részéről, tehát nehezen feltárható terület ez. Egy híres svéd bíró, választott bíró Lagergren 1963-ban vetette föl a témát, akkor ő egy az ICC keretében tárgyalt ügyben hatáskörének a hiányát állapította meg, mert hogy korrupciós szálat érzékelt. Utána Lagergennek a híres hatáskör hiányát megállapító döntését követően évtizedekig csönd volt a témára, az utóbbi évtizedekben, utóbbi 10-20 évben kezd újra hát intenzív irodalma lenni ennek a témakörnek. Hát hol vetődnek fel a gerilla választott bíráskodásnak a jelenségei? A felek között például, a jogi képviselők között. Például a lassításra utaló eljárási magatartások. Tehát abból lassítják, késleltetik az ügyek elintézését. Ez egy gerilla magatartás mindenképpen. Különösen akkor zavarbejtő ez a jelenség, amikor nem az alperes késlelteti az ügyet, hanem a felperes késlelteti az ügyet. Tehát zavarbejtő a választott bíróra az is, amikor az alperes akként nyilatkozik, hogy nem ellenzi a keresetnek a megítélését. És nem föltétlenül pénzmosásról van szó ilyen esetekben. Arról is, meg hát nyilvánvalóan elsősorban azt kell nézni, de előfordulhat, hogy egy nagyobb szervezet keretéhez hozzátartozó önálló jogalanyok kerülnek adminisztratív okokból olyan helyzetbe, hogy úgy tudnak megfelelni a kormányzati elvárásoknak, hogy átrendeznek bizonyos jogi ügyeket egymás között, és hát ilyenkor teljesen tisztességesen, de ilyenként alakul a dolog, hogy nem ellenzi az alperes a keresetnek a teljesítését. Tehát ebben semmi törvénytelen nincs, és még csak gerilla tünetnek sem mondanám ezt a jelenséget. De még a választott bírók között is előfordulhat ez a jelenség. Hát egyrészt van úgy, hogy a ügyvédek a választott bíróval szemben alkalmaznak gerilla taktikákat. Tehát ez teljesen logikus, vagy gyakran előforduló, hogy a másik fél által jelölt választott bírót támadja az egyik fél, vagy az egyik félnek jogi képviselője. De az is gerilla tünet, és hát nagyon szánalmasnak tartom, amikor esetleg egy jogi képviselő azzal próbálkozik, hogy napokon, hosszú napokon keresztül ragaszkodik a szó szerinti jegyzőkönyvezéshez, ízván abba, hogy feladja az eljáró tanács, előbb-utóbb kidol az eljáró tanács. Szóval választott bírók között is hát előfordulnak ilyen jelenségek, például a elnök jelölésnél, ha az egyik
választott bíró késlelteti a elnök jelölést azért, hogy esetleg kikerüljön a két bíró kompetenciájából az elnök jelölés, az elnök választás és elnökségi, elnöki kompetenciába kerüljön. Szóval számtalan jelensége van a gerilla választott bíráskodásnak. Ezzel szemben a védekezések egy része, hogy soft law elemeket, normákat hoznak, de most már annyi soft law elem van a választott bíráskodás joganyagában, hogy már fölhívják a figyelmet sokan arra, és a vigyázat, mert ez csak fokozza a jogbizonytalanságot tulajdonképpen ez a sok soft law element ezen a területen. Szóval vannak problémák, mit lehet tenni? Javaslataim röviden a következők. Van egy olyan pont az új választott bírósági törvényben, egy paragrafus, ami a kereskedelmi ügyekre szűkíti a választott bírósági kompetenciát, a választott bírósági hatásköröket. Ez nem szerencsés semmiképpen. Ezt fel kell oldani, szélesíteni kell. Ezáltal lehet ugyanis majd szélesíteni a mediáció és a választott bíráskodás közötti szakmai érintkezési felületet, mert erre szükség van. Mert a mediáció egy élő intézmény, nagy a társadalmi érdeklődés a mediáció irányába, ugyanakkor a választott bíráskodás hát tekintetében ez a nagyfokú társadalmi érdeklődés az utóbbi időben nem érzékelhető, nem figyelhető meg. Még egy kifogásolható eleme a, most már a kúriának, hogy egyik felülvizsgálati ítéletében 3 évvel ezelőtt egy választott bíróság ítéletet azért érvénytelenített, mert hogy a választott bírók nem reagáltak minden felperesi argumentumra. Érdekes dolog, csak az a baj, hogy van egy nemzetközi tézis. No need to answer each arguments, hogy a választott bíróságok esetében a választott bírók föltételezett nagy szakmai tekintélyére tekintettel nem kell minden felvetésre reagálni. Az állami bíróságon elmegy az adminisztratív szigor, de a választott bíróságon erre nincs szükség, mert olyan nagy tekintélyű választott bírók működnek. Hát ez így volt valamikor régen, ugye kevés választott bíró volt nemzetközi ügyekben, különösen kevés választott bíró volt, és később a globalizáció hatására nagyon földúzzadt a választott bíróknak a száma. Szóval nem kell reagálni, mert el lehet várni egy tekintélyes választott bírót, hogy látja az ügynek a lényegét, és egyből a ügynek a lényegére tapint, és azt hangsúlyozza. Ezzel szemben, hát manapság mi a helyzet? Felhigult a választott bírói kör. Ugye, ahogy említettem, hát hogy a híres akadémikus professzorok lekerültek a listáról, de önkritikusan látni kell, hogy Magyarországon a professzori létszám is nagyon felduzzadt, éppen fölhívnám a figyelmet Hamza akadémikus professzor és kollégájának, Lakatos Péter Leventének egy a Magyar Tudomány legutóbbi számában megjelent tanulmányára, ahol számszerűen mutatja be, hogy a magyar felsőoktatásban hogy változik például, ijesztő módon változik a professzorok és a tanársegédek arányával, majd amikor külön a jogi felsőoktatásra specifikáltan is ezek az adatok megjelennek és pontosításra kerülnek. Tehát ilyen körülmények között kérdés, hogy tényleg kifogásolható-e a legfelső bíróság helyett ugye működő kuriának ez a szemlélete és ez az eljárási szigora, ki tudja. Szóval az a problémám, hogy én számomra úgy tűnik, mert hát nagyon gyöngék az érkezés, ügyérkezési adatok jelenleg a választott bíróságon, hát a korábbi, ugye, 300-as nagy szubsztrátumú ügyekkel számolva, hát ha jól tudom, tavaly 67 volt a érkezett ügyeknek a száma, és hát elég kis szubsztrátumú ügyek voltak ezek.
Tehát valami a választott bíráskodással kapcsolatos társadalmi érdeklődésben nem stimmel. Én úgy érzékelem, hogy az állandó választott bíróságok hajdani hordozó szervezetei elernyedtek ebben a funkciójukban. Nem is érdekli ezeket a szervezeteket a választott bíráskodás már nagyon, meg egyébként is, hát például a Magyar Kereskedelmi és Iparkamrának nyilván van más gondja is vannak, mint hogy a választott bíráskodást hát megsegítse külső forrásokból. Tehát ezért érdemes a mediáció irányába nyitni, meg egyébként a két másik állandó választott bíróság, az agrárkamarai választott bíróság és a sport választott bíróság esetében. Hát ezeknél a választott bíróságoknál nagyon közel vagyunk a kényszer választott bírósági helyzethez. Ennek meg rengeteg jogállami veszélye van az ítéletek külföldi elismerése, végrehajtása tekintetében. Hát az agrárkamarai téren nem vagyok annyira tájékozott, hogy milyen a külföldi fogadtatás, de óriási botrányok vannak a nemzetközi sportválasztott bíráskodásban. Claudia Beckstein, híres német gyorskorcsolyázó nő, a leghíresebb téli olimpikon Németországban, és nagyon sok hát, problémája, folyamatban lévő ügyei voltak. Mi a tendencia Lozánban? Az, hogy el kell választani a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól a sport állandó választott bíróságot, a Nemzetközi Sport állandó választott bíróságot. 1992-ben egy Elmar Gundel nevű lótenyésztő, lóversenyző ügyében, lódoppingolási ügyben egy hosszú hozavonát követően, bár végül az őt nyomóítéletet nem érvénytelenítették, de mégis kívánalomként előírta a svájci legfelsőbb bíróság azt, hogy el kell választani szervezetileg és működésileg a Nemzeti Olimpiai Bizottságot a sport választott bíróságtól. Ez meg is történt, ugye rövidítve, magyarul kiejtve CAS, tehát a sport választott bíróságnak a magyar rövidítése, és létre kellett hozni a CAS és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság között az ICAS-t, egy külön szervezetet, hogy elválasztódjon a kettő, hogy ne a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz tartozzon a sport állandó választott bíróság, és ennek a új szervezetnek, ennek a közbeépített szervezetnek, nem csak Lozánban, hanem Denverben és Sydneyben is lett egy egysége, aztán később a Denveri egységet az New Yorkba könnyebb megközelíthetőség miatt áthelyezték. Tehát most pedig nálunk mi van? Hát a 2016-os sporttörvény módosítás még jobban beépítette a hazai olimpiai bizottságba a sportállandó választott bíróságot. Pecksteinnek három fokon nagyon látványos ügyei voltak Németországban, hogy a doping vádjait elfogadó lozáni ítéletet ne fogadják el Németországban, meg azt érvénytelenítsék. Első két szinten minden rendben volt, Münchenben volt mind a két szintű eljárás, aztán most egy kicsit a Karlsruhe-i bírák a szövetségi bíróságban összekuszálták a szálakat, de óriási következmények lehetnek itt. Hát ettől független az érvénytelenítési vonulaton kívül Pecksteinnek 4,4 millió eurós kártérítési igénye van a lozáni állandó sportválasztott bírósággal szemben. Szóval a hordozó szervezetek elernyedtek, az agrárkamarai és a sportválasztott bíróságnál a kényszer választott bíráskodás tünetei jelennek meg a státuszukat és működéseket tekintve, ami veszélyes jogállami, jogbiztonsági szempontból nemzetközi relációban különösen, tehát ezen sürgősen változtatni kellene. A mediáció egyre népszerűsödik. Látni kell ezt, hogy az antropológiai értelemben és az emberi gondolkodási folyamat tekintetében a mediáció az alapeset. A választott bíráskodás pedig a derivátum.
Tehát mindenképpen az új szabályozásnál, amire hát szükség lesz minél hamarabb, véleményem szerint a mediációt és a választott bíráskodást együtt kell szabályozni, és még valami, látni kell azt, hogy az eseti választott bíráskodás, az ad hoc választott bíráskodásnak a divatját éljük, egyre több eseti választott bírósági ügy van, ezzel számolni kell. Így volt hajdanában a magyar választott bíráskodás fénykorában, első fénykorában, ugye a második fénykorról beszéltünk, az első fénykorban, ugye a 20. század elején, amikor a rengeteg eseti választott bírósági és szektorális ágazati választott bírósági eljárásoknak a szakmai hátteréül ott volt egy szervezet, a választott bírósági tevékenységet támogató szervezet, 1933-ban hozták létre, 198 korabeli kamara és gazdasági vállalkozásnak a közreműködésével. Hát van egy örömteli jelenség, fiatal választott bírók, választott bíró jelöltek, létrehoztak egy sikeres szervezetet, újabb elnevezése szerint a közelmúltban Magyar Választott Bírósági Egyesületnek nevezik ezt. Szerintem ez az egyesület alkalmas lenne egy olyan funkció, egy olyan szakmai háttérfunkciónak a betöltésére, mint amilyen hát hajdanában ez a másik választott bírósági központ volt, a Magyar Választott Bíróság akkori fénykorában, első fénykorában, a második fénykorról beszéltünk, és reméljük, hogy a harmadik fénykor is majd eljön hamarosan. Ennek reményében köszönöm meg szíves érdeklődésüket, figyelmüket. Elnök asszony, köszönöm szépen.